Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 2015. július 1-én jött létre. 6 tagintézménye 11 telephelyen működik, Szolnok, Jászberény és Újszász városokban. A centrum a megye legnagyobb középfokú szakképzési intézményeként kínálja az érettségi végzettség megszerzését, 16 ágazatban több mint 40 szakmában biztosít továbbtanulási lehetőséget. Ebben a széles képzési palettában szinte minden fiatal, aki a műszaki pálya iránt érdeklődik, megtalálja a számára leginkább megfelelő szakirányt, illetve szakmát. Az iskola magas szintű szakmai színvonalát, a szilárd alapokon nyugvó, emberi értékeket továbbadni képes tantestülete és a munkájukat segítő, jól felszerelt laboratóriumok, tanműhelyek biztosítják. Olyan széleskörű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelyet magasan jegyeznek a műszaki életben. A képzés minőségének javítása érdekében arra törekszik, hogy egyre több tanuló számára biztosítsa a tanulószerződés keretében a valós munkahelyi környezet megismerését. Iskolánk a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, Baross Gábor Gépipari Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája már hosszú évtizedek óta Szolnok, illetve Szolnok megye szakember utánpótlását biztosítja. Az utóbbi években képzési szerkezetünk sokat alkalmazkodott a munkaerőpiaci igényekhez, így folyamatosan változik azoknak a lehetősége, hogy milyen szakmákat oktatunk az iskolánkban. Jelen pillanatban kétféle tagozaton folyik a képzés, szakgimnáziumban és szakközépiskolában. A szakgimnáziumi képzésben a tanulók 5 évre iratkoznak be, és 4 év után érettségi vizsgát tesznek. Szakgimnáziumi képzésben a következő tanévben 3 szakmában szeretnénk képzést indítani. Mind a 3 szakma a közlekedés-gépész ágazathoz tartozik. 5. évben a kimenet autószerelő, vasúti jármű dízelmozdony és hajtásszerelő, és vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője. A szakközépiskolai képzés az egy 3 éves képzési struktúrát jelent, ahol 3. év végén szakmai vizsgát tesznek a tanulóink. Ebben a képzésben a következő tanévben hegesztőket, szerkezetlakatosokat, villanyszerelőket, karosszérialakatosokat, központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelőket, valamint ipari gépészeket szeretnénk beiskolázni. Azt is tudni kell, hogy akik erre a képzési formára iratkoznak be, ők sincsenek kizárva az érettségi lehetőségéből, hiszen a 3. év végén a szakmai vizsga után itt maradhatnak iskolánkban, és 2 év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek. Iskolánkban a tanulmányaikat nem csak itt folytatják érettségi után szakmai képzésen, vagy a szakközépiskolából az érettségén, hanem sokan jelentkeznek a felsőoktatásba, szakirányba tovább tanulni. Sok lehetőség van még iskolánkban, nem csak a nappali rendszerben, hanem felnőtt oktatásban is folynak képzések. A képzés két részre osztható, a szakgimnáziumi képzés, amely ugye a szakgimnázium a nevéből is arad a iskolának, mi a közlekedés gépész szakmacsoportban az autószerelő képzést tudjuk indítani, és abban veszünk föl tanulókat, illetve a mostani tanévtől kezdődően a vasút számára is készítünk föl tanulókat az 54-es OKJ számú szakmák esetében. Ilyen a vasúti jármű dízelmotor és hajtásszerelője, valamint a vasúti jármű villamos berendezések szerelője szakma. Erről a képzésről azt kell tudni, hogy az OKJ-ban, országos képzési jegyzékben 2 éves képzés, de az első évet az 9-től 12-ig teljesítik a tanulók, tehát amíg készülnek fel az érettségére, addig ezen szakmának az alapjait elsajátítják, valamint az új szakképzési törvény szerint ezt úgynevezett mellékszakképesítéssel kiegészítve az autószerelő esetében egy emelőgépkezelő berendezés, OKJ-s bizonyítványt, valamint egy kerékpárszerelő bizonyítványt szerezhetnek a tanulók. Ez azt jelenti, hogy ha valaki érettség után nem tanul tovább az adott ágazati szakképzésben, például autószerelőnek, akkor is van OKJ-s bizonyítványa, el tud helyezkedni az életben. A másik fontos képzésünk az a szakközépiskolai képzés. Ugye régen ez a szakiskolai képzés volt, most már ez lett az új neve, aminek az a lényege, hogy a tanuló megszerzi a szakképesítést 3 év alatt, és utána 2 év alatt lehetősége van érettségit szerezni, tehát a név, hogy szakközépiskola innen ered, hogy érettségit tud szerezni tanuló.
Az autószerelő a forgalomban lévő gépjárművek karbantartásával, javításával foglalkozik. Ez a gépjármű teljes egészére vonatkozik, a motorra, futóművekre és egyéb berendezésekre, alkatrészekre. Elvégzi a szükséges, rendszeres felülvizsgálatokat, műszaki vizsgáztatást, eredetiség és környezetvédelmi vizsgálatot. Az esetleges hibákat feltárás után elhárítja, a gépjárművet az előírásoknak megfelelően beállítja. Az autószerelő szakosodhat bizonyos automárkákra, de foglalkozhat minden automárkával is, azaz lehet márka független. A szakmai vizsga után lehet dolgozni alkalmazottként egy autószervizben, de vezetni saját autószerelő műhelyt is. A villanyszerelő mindenhol dolgozik, ahol elektromosságra szükség van. Legyen az világítás, vagy éppen elektromotorok működtetése. Ő alakítja ki az épületek elektromos rendszerét, fogyasztásmérőt hoz létre, elosztóberendezést, erős áramú és épületinformatikai vezetékhálózatokat szerel. A fényt adó készülékek az ő munkájuk révén lépnek működésbe, ha elromlanak, megjavítja azokat. Jó villanyszerelőre mindig szükség lesz, mondják a Varosban, hiszen napjaink modern életvitele elképzelhetetlen az elektromosság és annak karbantartása nélkül. Az egyik legkeresettebb szakember a villanyszerelő. Kevesen tudják, hogy pontosan milyen szerszámokkal dolgozik a karosszéria lakatos. A Barosban megtudhatja, sőt, dolgozhat is vele. A karosszéria lakatos fémből készült karosszéria elemekkel foglalkozik, és a szokásos lakatos szerszámokon kívül a karosszéria elemek megmunkálásához, javításához speciális eszközöket, szerszámokat, gépeket is használ. Ilyen például a húzatópad, amelynek segítségével a deformálódott elemeket lehet az eredeti formájukba, helyzetükbe visszakényszeríteni. A pontos célállapot meghatározásához a munka során a szokásos mérőeszközökön kívül lézeres ellenőrző eszközöket is használnak. A karosszéria lakatos a gépjárművek alvázainak, felépítményeinek, önhordó kocsiszekrényeknek és burkoló elemeinek készítésével, szerelésével foglalkozik. Egy ilyen szakembernek feladatai alapján képesnek kell lennie egy új autó építésére, ezért alapkövetelmény a jó műszaki szemlélet, a térlátás és a kézügyesség. Ezt a szakmát 2016-tól a hiány szakképzések közé emelték, ezért tanulmányi eredménytől függően a diákok állami ösztöndíjban részesülhetnek. Hozzá szorosan kapcsolódik a gépjármű mechatronikus képzés. A gépjármű mechatronikus a gépjárművek sorozatgyártásában a gyártósorról lekerülő új autók műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a gépjármű mechatronikus és elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre. Az ipar egyre jobban igényli a szervizekbe, az autószervizekbe olyan zárójelbe, idézőjelben autószerelős végzettséget, akik viszont nem érettségihez kötve, mert ugye késő szerzik meg, tehát hosszú a képzési idő, ezért ugye a szakközépiskolai képzés keretében gépjármű mechatronikus képzést is indítunk. Az épület és szerkezetlakatos szakma ma Magyarországon a leggyakoribb hiány szakmák egyike. A térségben több cég végez vasipari munkákat, melyek a hegyi igényeiken túl is biztosítanak szakmai, speciális továbbképzéseket. További lehetőség például a hegesztés, a csarnokszerelés, vagy a villamos oszlopok, tartályok, acél és vasbetonhidak szerelése. Az iskolával együtt ezek a vállalkozások biztosítják a duális alapképzést, a gyakorlatorientált tanulás lehetőségét. Az iskolába jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán kell megfelelniük. A gyakorlati képzés az első évben iskolai tanműhelyben történik, a második fél évtől pedig tanuló szerződéssel vállalkozóknál. Egyre több épületet, vasszerkezetes állványokat készítenek, ahhoz ez a szakma nagyon fontos, hogy rendelkezzen vele a tanuló, tehát elhelyezkedési lehetőség biztosított. A legnépszerűbb szak az iskolában a hegesztő. A hegesztő szakma a hiány szakmák között szerepel. Az itt végzettek elhelyezkedése bel- és külföldön egyaránt biztosított. Az intézményben tanuló diákok tanulmányi átlaguktól függően állami ösztöndíjban részesülhetnek. A gyakorlati képzés az első évfolyamon a jól felszerelt tanműhelyben van. Az alapok elsajátításához pedig hegesztő szimulátoron gyakorolhatnak a tanulók. Második évfolyamtól tanulószerződéssel vállalkozóknál ismerkednek meg a diákok a szakma fogásaival. A gyakorlati képzőhelyekkel ápolt kapcsolat miatt rendszerint a végzett szakemberek ezeknél a cégeknél állandó munkahelyre is találnak.
A központi fűtés és gázhálózat szerelő szakemberek épületgépészeti tervek alapján külső és belső gázhálózatok kiépítésével, készülékek és a hozzátartozó füstgáz elvezető rendszerek beszerelésével foglalkoznak. Továbbá képesek egyedi és központi fűtési rendszerek létrehozására, korszerű faelgázosító, pellet, elektromos, gáz- és olajkazánok, napkollektorok beépítésére, radiátoros, padló- és falfűtési rendszerek kialakítására. Szintén ösztöndíjjal támogatott képzés, azaz a jól teljesítő diákok a tanulószerződés alapján járó fizetés mellé minden hónapban ösztöndíjakra számíthatnak. Nagy az iparnak az igénye, egyre jobban várják ebben a szakmában végzett tanulókat. Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységgel összefüggésben alkatrészfelújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése. Az Erasmus program segítségével a diákok külföldre is ellátogatnak, többen már részt vettek benne. Az Erasmus program keretében az összefüggő nyári gyakorlatomat Franciaországban töltöttem. A francia szervezőkben töltött idő alatt rengeteg szakmai tapasztalattal lettem gazdagabb. Nagyon remélem, hogy ott megszerzett tudásomat itthon tudom majd hasznosítani a szakmámban. A Határtalanul programnak is része a Baros, melyben korábban Magyarországhoz tartozó tájakat járnak be. A csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre szakközépiskolát választottuk partneriskolának, ahol a Minedi-ven diákunk és az ő 40 diákjuk közös projektet készített. A partneriskola diákai pedig április közepén fognak hozzánk ellátogatni. Voltunk a Békásszorosba, voltunk kirándulni, szerint nekem nagyon tetszett. Az iskola volt ilyen, szervezett nekünk ilyen sport eseményt, ott fociztunk. Nagyon jól éreztem magamat, jók voltak a programok, a kirándulás. Szakmai versenyeken indulnak a diákok, mely jó lehetőség számukra arra, hogy jó szerepléssel pluszpontokat gyűjtsenek a felvételihez. Szakma kiváló tanulója versenyen a tavalyi évben szerkezetlakatosként képviseltem az iskolámat. Számomra hihetetlenül nagy élményt jelentett, hogy a Szakmasztár Fesztiválon vehettem át az elismerő oklevelet a jeles szakmai bizonyítványommal együtt. Öröm volt számomra, hogy osztályomból 8 társammal együtt képviselhettem iskolánkat az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak versenyének döntőjén. A megmérettetés nem volt egyszerű, de szép eredményeket sikerült elérnünk. Több rendezvény is a diákok lehetőségére áll. Az első évben egy hónapon keresztül egy átvezető programban vesznek részt a 8. diákok, melynek zárása a vetélkedőjük. Az iskola diákjai részt vesznek a 24 órás vetélkedőn. A tanműhely 5-ös számú terme kreatív műhelyként kezdte meg működését. Heti 30 órában tantermi funkciót lát el, de bármikor átalakítható moziteremmé, szobaszínházzá vagy zenei stúdióvá. A szakmai gyakorlat elsajátítása elképzelhetetlen az elméleti ismeretek nélkül, éppen ezért nagy hangsúly kerül a szakmai elmélet tantárgyaira. Óriási felelősség, hogy az alapok, melyre épül a gyakorlat, biztosak legyenek. Ahhoz pedig, hogy a szakmai elméleti órák zökkenőmentesek lehessenek, matematikai, fizikai és nem utolsó sorban idegen nyelvi tudás szükséges, amelyeket közismereti órákon korszerű informatikai eszközök segítségével szerezhetnek meg a Baros tanulói. A Barosban pezsgő sportélet van, a diákok szenvedélye a mozgás. Szívesen használják a modern eszközökkel felszerelt konditermet, illetve a nemrég átadott street workout pályát. A versenysportban is eredményekkel büszkélkedhetnek, hiszen folyamatos résztvevői a városi, megyei és országos diákolimpiáknak. Tavaly a kézilabda csapat bejutott az országos döntőbe. A Barosban nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók minél könnyebben beilleszkedjenek az iskola életébe és a munkavilágába. Ennek érdekében esélyteremtő programokban, pályázatokban vesz részt az iskola. Az egyik az Arany János program, melyben hátrányos helyzetű tanulók kapnak segítséget. A 9. évfolyamon lehetőség nyílik a tanulási módszerek tárházának megismerésére az egyénre szabott komplex felmérések során. A tanulási zavarral küzdőket is segítik, képességeiket fejlesztik. Fontos az is, hogy a diákok el tudják fogadni sérült társaikat is. Egy érzékenyítő program keretében órát tartottak már a Liget otthon lakói, a Vakok és gyengénlátók, valamint a Siketek és Nagyothallók Egyesületének képviselői is. Nem titok, hogy napjainkban leszkóval sem lehet jó szakembert fogni. Szeretsz fúrni, faragni?
Nem miért maga nehezebb alkatrészek emelgetésétől? Szeretsz rajzolni? El tudod képzelni, hogy mi lesz abból a sok érthetetlen vonalból? Gyere és ismerd meg a Barosban tanulható szakmákat, mert lehet, hogy itt találod meg a helyet.